ne! Most már világos! Először egy fotó okos Júliáról! Vajon mit keresett ott? Aztán sötételen! Sötételen az én szobámban! Talán beöltözte! Like, iratkozz fel! Lehetséges ez! Kattints a csengőre, hogy értsd, és kapja az új videótól! Ne! Ó, te megőrültél! Csak ne hajj meg! Ó, végre mindenki elment. Szerettem az osztálytársaimat, de egész nap a szobámban. Ez meg mi? Barátaim, gyűjtsük be kedvenc lájkjainkat, és rendezzünk pizsamapartit horror történetekkel. 1, 2, 3. Én nem vagyok gyáva, de félek. Ez az, kicsim, király vagyok. Kate, mit keresnek itt mások dolgai? Ez... mit keres ez itt sötételen? Póló. Hol vannak a pólóid? Ott! Oké. Várj, miért van szükséged az én? Hallott, te nem tudsz kopogtatni! Szörnyeteg! Hát te meg mit csinálsz itt? Csukd be az ajtót! Ó, ne! Most már világos! Először egy fotó okos Júliáról! Vajon mit keresett ott? Aztán sötételen! Sötételen az én szobámban! Talán beöltöztek! Lehetséges ez! Ó, ne! Oké, te megőrültél, csak ne hajj meg! A póló! Klassz pizsama, ugye? Minden, ami nem Gucci, tök béna. Lefele is sötétel. Lányok, nézzünk egy filmet! Fantasztikus Rossznak olyan puha ágya van, bebújunk a takaró alá és fagyit eszünk. Ez az! Kate! Tudom, hogy ott vagy! Látlak! Nyisd ki az ajtót! Miért asszanak a barátaid a szobámban? Szép Kate! Haló! Nyisd ki! Kate! 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 Kate, ha nem nyitod ki az ajtót, elmondom anyádnak, hogy használtad az arckrémét a lábadra! Azt mondta, hogy használhatom, és nem részletezte, hogy hogyan. Megmondom apának, hogy megosztotta a TikTokon az éneklését a fürdőszobában! Ó, az rossz! Miért kiabálsz? Ott! A szobámban! Lányok vannak a szobámban! Julia, Ellen és Stacy! Hát is? Hát és? Miért vannak lányok a szobámban? Mivel az órák átmenetileg nálunk lesznek tartva, a többség úgy döntött, hogy jobb itt lakni. Meg az miatt, hogy ne vesztegessük az időt az iskolába vezető úton. Érted? Miféle többség? Megőrültél? Ők a te szobádban lakhatnak, lányok a lányokkal, én pedig rendetlen zseloldal akarok élni. Érted? Kény! Sajnálom, de nem tudlak fogadni. Csótányok vannak a szobámban. Lájkold, iratkozz fel erre a csatornára, kattints a csengőre, hogy értesítést kapja az új videókról. Gerald, nem tudom, mit tegyek. Pánikban vagyok, haver. Oké, mély levegő. Úgy tűnik, mintha meg akarnád csinálni a dolgot. Nagyon fenyegetően néznek ki. Túl vidámak a szobámhoz. Pajtás, ne tedd le! Ne hagyj el! Pajtás! Oké, várj, gondolkodom. Nem tudom, mi lehet rosszabb. Oké, próbálj kapcsolatot léteszíteni. És az hogy? Kérdezd meg, mikor mennek haza?
Lányok, azonnal menjetek haza! Hagyjuk! Évszámrósz, hát nem érted? Mostantól itt lakunk. Boldog vagy, ugye, fantasztikus rossz? Sötételen azt mondta, hogy megölelted a képemet. Oké, Péter, próbálj meg barátkozni, talán el tudod őket kényeztetni valamivel. Aha. Te! Te! Ez az én fagyim! Fantasztikus rossz, ne pánikolj! Rossz, gyere, ülj le! Egyél fagyit, és nézzük együtt a filmet. Szerelemről. És halálról. Nem leszek az jó film. Mi? Te kinek az oldalán állsz? Figyelj, menjünk nézz velük filmet. Amikor ellazulnak, akkor kirúgod őket, mint a mackát. Később megbeszéljük. Miféle szerelemről és halálról van benne szó? Miért? Nem halhat meg! Évszámrósz, tudod, mit kell tenned? Mit? A lelki sebek begyógyulásához még egy vödör fagylalt kell. Egy pillanat! És miért? Hogy merészeltétek? Bíztam bennetek, mindent feltártam, ami a lelkemben van. Jó éjszakát, rossz! Lájkold, iratkozz fel erre a csatornára, kattints a csengőre, hogy értesítést kapj az új videókról. Szép kék! Megint mit akarsz? Nincs halálodnom! Nincs hol aludnod? Nincs! Mit is akartál elmondani apának? Hát ezt neked! Szép kék! Emlékszel, hogy kicsit dajkáltalak a térdemen? Emlékszel? És az altatódat énekeltem! Ledobtál a térdedről, és az altatod még mindig rémálom számomra! Köszi! Ki van ott? Nem értem, Évszámrósz, miért fogadod így a vendégeket? Ők itt laknak! Jó reggelt, Rossz! Na, tedd rendbe magad! Tedd rendbe az ágyad! Évszámrósz, úgy nézel ki, mintha a konyhában töltötted volna az éjt! Ameddig ti itt lógtok, legalább kialszom magam! Ó, nem! Próbánk lesz! Évszámrósz, menj is szolgálj ki valamivel a vendégeidet. Ez nem az én lakásom, de azért ők nem is a vendégeim. Évszámrósz, egyest fogok adni. Semmi tisztelet. Nem jövök ide többet. Ezek megőrültek. Hát te mit csinálsz? Ó, haver, itt vagy! Szendeszen, készen állok az írtászra! Légy óvatos! Mi ez a szag? Ez kérlek a legjobb kártevő jutó termék. Edzés után izzadt póló, egy hónapja le nem vetett zokni. Piszkosz rövid, a drág ez fűzír. Egy éven keresztül gyűjtöttem, még megválni is sajnálok tőle. Igaz barát vagy, csak hogy tudd. Lájkold, iratkozz fel erre a csatornára, kattints a csengőre, hogy értesítést kapj az új videókról.
vitászunk van a férfi szagokkal szemben. Hívjuk őket be. Lányok! Valaki hozott süteményeket? Sütemények! Sütés! Ez az! Haldoklom, a pokolba megyek. Jaj. Mi történik? Lángolnak a szemeim. Jaj. Lélegezzetek a szátokon. A számmal se tudok lélegezni, ezt a bőzt a bőrömmel is érzem. Évszemre szenkedjen, miket kérlek? A fenébe! Azt akarják, hogy elköltözzünk! Bármit, amit akarnak! Igen, igen! Csak engedjetek el! Szabadság! Játszhatunk végre? Aha. Na, ilyen a szabadság illata. Milyen szerencsém van, hogy ilyen püdös barátom van.